beruházások Kálósemjénben 15 pályázatnak köszönhetően 2,6 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett a településre az elmúlt évek alatt. Tavaszi felkészülés. Nem csak télen kell az autókat felkészíteni a megváltozott időjárási körülményekre, tavasszal is fontos a gépjárművek állapot felmérése. Hamarosan érkezik a Szeúzó kincs. Nyíregyházán is látható lesz a páratlan lelet együttes március 27 és április 15-e között a József András Múzeumban. 15 pályázatnak köszönhetően 2,6 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Kálósemjénbe az elmúlt évek alatt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Kálósemjén legnagyobb beruházása a Kállai Kúria, több mint 1 milliárd forintos fejlesztése volt. Az épületet az 1920-as éveknek megfelelően renoválták, de ezen túl kerékpárút épült, megújult a kálósemjéni általános iskola konyhája, és több humán erőforrás fejlesztési program is indult a településen. Számos turisztikai beruházás vár Kálósemjénre a közeljövőben. A görög katolikus templom külső felújítása, a római katolikus parókia energetikai beruházása, valamint a Kállai Kúria látogató baráttá alakítása is a tervek között szerepel. Utóbbi épület több mint 1 milliárd forintból újult meg az elmúlt évek alatt. 15 pályázat jóvoltából 2,6 milliárd forint érkezett a településre. A Kállai Kúria 1,3 milliárdos beruházása a település történetének egyik legnagyobb beruházása volt. Régi adósságát törlesztette ezáltal a nemzedékünk. A szennyvíztelep bővítése 350 millió forintból valósul meg, és nagy előrelépést jelent az, hogy a település elnyerte a TOP kerékpárút program jóvoltából a kerékpárút építését. A település főutcáján 355 millió forintból épül kerékpárút, amely jelentős mértékben segíti majd a biztonságos közlekedést. Nemrégiben a település iskolájában működő konyha is felújult. Kicserélték a nyílászárókat, megújult az épület külső homlokzata, illetve modern, 21. századi technikai berendezéseket kapott a konyha kiszolgáló, előkészítő és főzőterülete. Ez a konyha látja el az általános iskola, az óvoda és az idősek étkeztetési feladatait, így naponta több mint 500 adag ételt főznek. A következő időszakban a külterületi utak is megújulnak a településen, és a közvilágítást is korszerűsítik. Be fogjuk kapcsolni Kálósemjén belterület, illetőleg Péterhalom település részünk közötti szakaszt is a közvilágításba. Emellett terveink között szerepel az, hogy a kamerarendszerünket azt fejlesztjük. Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy ez a kamerarendszer milyen jótékony a település biztonsága vonatkozásában, ezt szeretnénk tovább folytatni. Emellett a település központjában egy Európai Uniós szabványoknak teljes mértékben megfelelő játszóteret szeretnénk kialakítani. Több humán erőforrás fejlesztési program is indult az elmúlt időszakban Kálósemjénben. Ilyen például a nők esélyegyenlőségének javítására indult, vagy a tanulók lemorzsolódásának csökkentését segítő projektek. Nem csak télen kell az autókat felkészíteni a megváltozott időjárási körülményekre, hanem tavasszal is fontos a gépjárművek állapot felmérése, az esetleges hibák javítása. A gumik cseréje mellett fontos az alapos tisztítás, illetve a rendszeres ápolás és átvizsgálás is szükséges az autó megfelelő állapotának fenntartásához. Az első és legfontosabb tavaszi teendő a téli gumikat nyárira cserélni. A hideg téli idő beállta előtt számtalan cikket olvashatunk a gépkocsik megfelelő műszaki állapotának felkészítéséről. De mi a helyzet, ha beköszönt a jó idő? Bár tavasszal lényegesen kevesebb dolgot kell elvégezni autónkon, mint télen, de azért akad néhány fontos teendő, amit érdemes szakemberrel átnézetni, és az esetleges hibákat időben megjavítatni a biztonságos közlekedés érdekében. Olvasztásokkor a kicsapódó csósár több helyen lerakódik, tehát mindenképpen érdemes egy alapos mosással kezdeni, különösen az alváz részeket, a szélvédőüvegek, fényszóró berendezéseket ellenőrizni, a esetleges tél folyamán keletkezett repedések talán még megoldhatók, meg kisebb javítási költség szinten cserélhetők,
aztán továbbiakban a futómű átvizsgálása mindenképpen javasolt, különösen a gömbfejek, kormányösszekötők, gumiharangok, itt a féltengely, kormánymű, egy esetleges kisebb sérülésnél ugye kiszivárog a kenőanyag, ami továbbiakban nagyobb károkat okozhat. Ez a gépjármű nem olyan rég egy teljes körű műszaki felmérésen esett át. A szakemberek megvizsgálták a futóműbeállításokat, az ablaktőlő lapátok minőségét, hiszen a téli fagyok alkalmával a lapátok gumiélei megrongálódhatnak, ezért érdemes az éleket megvizsgálni, és ha repedezett a szélük, illetve csíkosan törölnek, kicserélni őket. Az abroncsok állapota, ugye nem mindenki rendelkezik téli-nyári abroncsal, de javasolt átcserélni nyárira. Itt akár szemrevételezéssel és a futófelület állapotát, mélységét, esetleges repedéseket, csere alkalmával pedig mindenképpen egy centírozás is javasolt. Továbbiakban egy fék- és lengéssillapító ellenőrzés, ami elengedhetetlen. Előfordulhatnak, hogy a tél folyamán szivárog valamelyik munkahenger vagy a lengéssillapító, és egy nagyban befolyásolja a járműnek az úttartását. De természetesen az első és legfontosabb dolog a téli gumiabroncs lecserélése a nyári változatra, hiszen ha a hőmérséklet tartósan 7 fok fölé emelkedik, a téli gumi előnyös tulajdonságait elveszítve, puhább összetétele miatt könnyebben megcsúszhat, kisodródhat az autónk. Már csak néhány hét és Nyíregyházára érkezik a Szeúzó kincs, amely 2017. októberében indult országos körútra. Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár, Kecskemét és Miskolc után Nyíregyházán is látható lesz a páratlan lelet együttes március 27 és április 15-e között a Józsa András Múzeumban. A tárlat megtekintése előzetes bejelentkezéshez kötött, eddig már 8000-en regisztráltak. Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár és Kecskemét után jelenleg Miskolcon találhatóak a Szeúzó kincsek. A gyűjteményi együttes 6 helyszínen látható, amelyek közül Nyíregyháza lesz az utolsó. A város kulturális jelentőségét az is erősíti, hogy több olyan város kimaradt a vándorkiállításból, amelyek nagyobb lakosságszámmal rendelkeznek, mint a Szabolcsi megyeszékhely. Gyönyörű, szép császárkori, időszámításunk utáni 4. századi étkészletet lehet itt látni. Idáig tulajdonképpen sem Európában, sem Magyarországon ilyen együttest összességében nem lehetett látni, úgyhogy mindenkit ösztönzök, hogy nézze meg. Információképpen csak annyit tudok mondani, hogy a római kori kincsek közül ez a 3. legjelentősebb, amit a világon találtak. Az eddigi 5 város minden helyszínén több 10000 ember regisztrált, hogy megtekinthessék a világ egyik legértékesebb római kori maradványgyűjteményét. Ez a Józsa András Múzeumban sem lesz másképp, itt is regisztrálniuk kell majd az érdeklődőknek. Szükség van a regisztrációra, ugyanis pontosan meg van határozva az, hogy egy-egy csoport, ami 15 embert fog majd jelenteni, hány percig tartózkodhat benn a teremben, utána menniük kell, és ezért van az, hogy a múzeum regisztráltatja, vagy bejelenteti az embereket, hogy ne legyen torlódás, ne legyen vita. Aki eljön, arra kérem, hogy legyen türelmes, megéri a sorbanállás mindenféleképpen. Ráadásul úgy, hogy ugye 300 és 600 forintos belépőjeggyel kínálják a Szeúzó kiállítást ugye mind a 6 városban, így nálunk is. Én remélem, hogy minél többen eljönnek, mert ez az anyag utána megy majd az eredeti őrzőhelyére. A szervezők közel 25000 látogatót várnak. A Magyar Nemzeti Múzeum Szeúzó kincs címet viselő vándorkiállítása március 27-től április 15-ig látogatható a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban. Még március 19-éig kérhetik az SZJA bevallási tervezet postázását levélben, SMS-ben vagy az adóhatóság honlapján kitölthető űrlapon azok, akiknek nincs ügyfélkapujuk, hívja fel az adózók figyelmét a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Eddig csak nem 500 000-an kérték a postázást, 50000-rel többen, mint tavaly ilyenkor. A tájékoztatás szerint az ügyfélkapuval rendelkezők már több mint egy hete hozzáférnek online a NAV által elkészített adóbevallási tervezethez, és szükség esetén módosíthatják vagy kiegészíthetik.
Ha valaki a tervezet elérhetősége előtt elkészítette és benyújtotta az SZIA bevallását a megfelelő nyomtatványon, akkor a NAV által készített bevallási tervezetet figyelmen kívül hagyhatja, közölte a NAV. Március 19-e után a tervezet már csak személyesen kérhető az adóhatóság ügyfélszolgálatain, vagy ügyfélkapunyítás után bármikor hozzáférhető elektronikusan is. A koratavaszias idő ellenére már megjelentek a kullancsok, amelyek nem csak az emberekre, hanem az állatokra is veszélyesek. Arról, hogy miként lehet ellenük védekezni, hamarosan. Előtte nézzük a híradó további témáit. Vasárnap ismét idegenben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjának harmadik helyén álló kék cápák a rájátszásba igyekvő jelenleg 9. helyezett nagykőröshöz utaznak. Papírforma vereséget szenvedett Zalaegerszegen a nyíregyházi Teke Klub együttese. A Superliga sereghajtója 7-1-re kapott ki a bajnoki címre hajtó, több világbajnokot felvonultató hazaiaktól. A koratavaszias idő ellenére már megjelentek a kullancsok. A nyíregyházi állatkórházban is több kutyát kellett kezelni a kullancsok miatt. A szakemberek azt mondják, már most védekezni kell a vérszívók ellen. Az állatorvos szerint a legfontosabb, hogy a gazdák naponta átvizsgálják a kutyájukat. Ha a kullancsot találnak benne, akkor azt ők is eltávolíthatják. Alapos átvizsgálás az állatkórházban, így lehet a legkönnyebben kiszűrni a kullancsot a kutya bundájában. A tavaszias idő ugyancsak néhány napja tart, de a vérszívók már most megjelentek. Ennek egyik oka az enyhe tél, mivel nem volt tartósan hideg, így nem pusztultak ki a kártevők. A nyíregyházi állatkórház orvosa híradónak azt mondta, már most megszaporodtak a kullancs általi megbetegedések, főként a babézia nevű kórokozó felelős a legtöbb problémáért. Ezek a megbetegedések főként tavasz elején és ősszel jellemzőek, de egész éven számítani kell a gazdáknak erre. Tünetei az étványtalanság, a bágyadság, a láz, valamint a véres vizelet. Ha a gazda ezeket tapasztalja, mindenképpen forduljon állatorvoshoz. Fontos azonban a megelőzés is, már számos lehetőség közül választhatnak a kutyatartók. Lehet tablettás védekezést alkalmazni, cseppes védekezést tarkóra cseppentő spotonokkal, illetve nyakörves védekezési opciók is vannak. Talán a legjobb a tablettás opció, ez relatív új keletű dologról van szó, néhány éve elérhetőek ezek a termékek, de egyetlen egy kullancsos megbetegedés sem volt. A tablettás védekezésről érdemes tudni, hogy az nem riasztja el a kullancsot, de elpusztítja a kártevőt. A nyakör vagy csepp sem szárja ki a tabletta használatát, így azok együtt még hatékonyabbak lehetnek. Rácz Péter hozzátette, fontos, hogy az állattartók naponta átvizsgálják a kutyájukat. Ha kullancsot találnak benne, akkor ők is kiszedhetik egy határozott mozdulattal, az óramutatónak megfelelő irányba tekerve. A kullancsok okozta megbetegedések egyre nagyobb számban fordulnak elő, így a szakemberek szerint mindenképpen fontos a megelőzés. Vasárnap ismét idegenben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjának harmadik helyén álló kék cápák a rájátszásba igyekvő jelenleg 9. helyezett nagykőröshöz utaznak. 5 forduló van még hátra a bajnokság alapszakaszából, és a tabellára tekintve látható, hogy nagy harc várható a dobogós helyekért, valamint a rájátszásba kerülésért. A legutóbbi fordulók eredményei úgy alakultak, hogy a Nyíregyháza Blue Sharks ismét megcélozhatja a piros csoport második helyét. A kék cápák egy győzelemre vannak a legutóbbi két meccsét elveszítő Veszprémtől, igaz, a negyedik helyezett tehetséges fiatalok azonos mutatóval állnak a nyíregyháziakkal. Nagy Krisztiánékra nehéz mérkőzés vár vasárnap, mivel a rájátszásba igyekvő nagyköröshöz látogatnak. Nem a tervezhető kosárlabda kategóriájába esik az a játék, amit ők játszanak, viszont eredményesen tudják alkalmazni. Ráadásul a nagykörösi terem sem az a környezet, ami talán méltó lenne ahhoz a szinthez, ahol kosárlabdázunk, de egyenlőre nekik ilyen van, ott kell megnyernünk a találkozót, bár nagyon nehéz mérkőzés, hiszen az emberek talán a kívülállók nem nagyon látják, hogy mit jelent egy ilyen különbség, egy ilyen teremkülönbség, de az oldalvonal mellett azonnal ott van a fal, azonnal ott van a lelátó, ami kis jó indulattal nevezhető igazi lelátónak, és teljesen más a térérzete ilyenkor egy játékosnak, és ez meg tudja zavarni a játékunkat, illetve
mi szeretnénk, hogyha minél távolabb tudnának a játékosaink helyezkedni egymástól. Egy ilyen szűk teremben ez nem igazán megoldható, és ha közelebb vannak a játékosok, közelebb vannak a védők is, sokkal nehezebb alkalmazni a betöréseket, nehezebb megbontani a védelmüket, de nekünk föl kell erre készülni, és azzal kell együtt, és mindennel együtt meg kell nyernünk azt a találkozót. A nagykőrösi csapat egyike azon együtteseknek, amelyek legyőzték a listavezető oroszlányt. A kellemetlen stílusban kosárlabdázó kőrösiek ellen a nyíregyházak irányítója Bus Iván sem számít könnyű mérkőzésre. Borzasztó kemény meccs lesz. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy fekszik nekünk a nagykőrösi csapat stílusa, ha van olyan egyáltalán, mert elég szervezetlen kosárlabdát játszanak, kicsit olyan streetball jellegű, nagyon nehéz ilyen csapatok ellen játszani, pláne idegenben, ahol ők hazai pályán kettőzött elánnal és nagyon bizalommal fognak pályára lépni, és mint ahogy láttuk két hete, azt hiszem az oroszlányt verték hazai pályán, úgyhogy nagyon-nagyon kemény derbi lesz. Bízom benne, hogy Cucu felépül addigra, sőt, egyébként biztos vagyok benne, és mindenképpen győzni szeretnénk, így, hogy kihasználtuk az oroszlán és a Veszprém botlását, szeretnénk közel zárkózni a tabellán hozzájuk. A forduló párosítása a következő: Veszprém Vasas Akadémia, Győr Tehetséges Fiatalok, Oroszlány Miskolc, Bonyhád MTK Török Bálint, Vásárhelyi Kosársuli Budapesti Honvéd, PVSK Békés és Nagykőrös Nyíregyháza Blue Sharks. Papírforma vereséget szenvedett Zalaegerszegen a nyíregyházi Teke Klub együttese. A Superliga sereghajtója 7-1-re kapott ki a bajnoki címre hajtó, több világbajnokot felvonultató hazaiaktól. Az NTK legközelebb a tabellán közvetlenül előtte álló Balogunyom csapatát fogadja. Az esélytelenek nyugalmával utazó Zalaegerszegre a tartalékos nyíregyházi csapat, amely még nem szerzett pontot a bajnokságban. A hazaiak 4 világbajnokukat pihentették, igaz, így is 3 világbajnok erősítette a bajnoki címre törő együttest. A vendégeknek nem lehetett más céljuk, mint apró részsikerek elérése, és mivel sikerült elkerülni a 8-0-ás vereséget, a nyíregyháziak elégedetten távozhattak Zalaegerszegről. Bogyorosi Péter 3 fával csupán, de legyőzte azt a Rudolf Balást, aki válogatott kerettag a bőkeretbe, úgyhogy már ez maga a meglepetés volt számunkra, illetve kellemes játékot produkált a Péter, míg mellette a másik sorban a Hakker Dezső és a többszörös világbajnok Nemes Attilával egy nagyon jót meccselt. Egy szedbe azonban hatalmasat dobott az Attila, és azzal elhúzott, úgyhogy mindenképp egy jó párharcó volt. Még nekem is a többszörös világbajnokban a Claudióval 3 olyan szettem is volt, ami ide-oda billenhetett volna, ebből csak egyet sikerült elszereznem, egy kis szettet, de azt mondom, hogy semmiképpen nem csalódva távoztunk, és hogyha hozzátesszük még azt, hogy a fiatalok közül a Hetei Alex, illetve az erős Adrián Bíró Zsolt is egész jó szettarányokat, szetteket tudott produkálni önmagához képest, akkor mindenképpen úgy gondoljuk, hogy az a csapatfa, amit 3242-ként elértünk, mindenképpen megsüvegelendő volt ettől a tartalékos nyíregyházától. A következő fordulóban szeretné első győzelmét megszerezni az NTK. Erre meg is van az esély, mivel az utolsó előtti Balogunyom érkezik a Városi Stadion Teke csarnokába. Most már tényleg kimondhatjuk, hogy csupán matematikai esélyünk van a bemaradásra, azonban ez a mérkőzés is arról szól, hogy most már tényleg jó lenne hazai pályán egy diadal. Bízunk benne, hogy összejön. Nyilván most már minket teljes mértékben nyom a kötelező győzelemnek a súlya. Meglátjuk, milyen mérkőzés lesz, azt még nem tudjuk, hogy milyen összeállításba lépünk majd pályára, ki az, aki ráér. Itt az utolsó esélyünk mérkőzésére a csapatból, hát bízunk benne, hogy a legjobb összeállításban meg tudjuk végreverni az előttünk álló Balogunyom csapatát. A Superliga tabelláját a Szeged vezeti 33 ponttal megelőzve, az egyaránt 30 pontos Lépcelakot és Zalaegerszeget. A 11. Balogunyomnak 4 pontja van, a sort pedig a pont nélküli Nyíregyháza zárja. A hétvégén sem pihennek az MB2-ben érdekelt megyei csapatok. A tabella 6. helyén álló Nyíregyháza Spartacus vasárnap délután 5 órától a Városi Stadionban fogadja a 10. helyezett Kazincz Barcikát. A dobogó 2. fokát elfoglaló Kisvárda idegenben a 16. helyezett Csákvár otthonában szeretné megszerezni első tavaszi győzelmét. A mérkőzést itt is vasárnap délután 5 órától rendezik. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 15 pályázatnak köszönhetően 2,6 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Kálósemjénbe az elmúlt évek alatt.
A település legnagyobb beruházása a Kállai Kúria több mint 1 milliárd forintos fejlesztése volt. Az épületet az 1920-as éveknek megfelelően renoválták. De ezentúl kerékpárút épült, megújult a Kálósemjéni általános iskola konyhája, és több humán erőforrás fejlesztési program is indult a településen. Nem csak télen kell az autókat felkészíteni a megváltozott időjárási körülményekre, hanem tavasszal is fontos a gépjárművek állapot felmérése, az esetleges hibák javítása. A gumik cseréje mellett fontos az alapos tisztítás, illetve a rendszeres ápolás és átvizsgálás is szükséges az autó megfelelő állapotának fenntartásához. Az első és legfontosabb tavaszi teendő a téli gumikat nyárira cserélni. Már csak néhány hét és Nyíregyházára érkezik a Szeúzó kincs, amely 2017. októberében indult országos körútra. Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár, Kecskemét és Miskolc után Nyíregyházán is látható lesz a páratlan leletegyüttes március 27 és április 15-e között a Józsa András Múzeumban. A tárlat megtekintése előzetes bejelentkezéshez kötött, eddig már 8000-en regisztráltak, hogy szeretnék látni a kiállítást. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 16-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!